0-9-6-2-0-0-0, folyamatos a kapcsolás, bármikor itt lehet, nem marad ma kérdés megválaszolatlanul. Ica elérhető lett, 5-30-4-53-as a melléke, és itt van Misztik is. Misztik is gyógyítással foglalkozik, és az Ezó Élet magazinban bővebben tudnak róla olvasni, hogy milyen segítséget nyújtott egy kedves telefonálójának, de nagyon-nagyon sok visszatérő hívója van, és itt van Zita, 5-24-es melléken. Megjelent Kira, 5-69-es az elérhetősége, nem csak számmisztikával foglalkozik, hanem kártyajóslással. Valéria továbbra is elérhető 515-ösön, és 453-an, ugye Ica is itt van velünk. Te pedig tartozom Marikának, elfelejtettem Marikának jósolni. A tessék, te is légy szíves, aki a családjával kapcsolatban kérte a segítséget, én az energiát elindítottam, megfelelő mennyiségben, minőségben beépül Marikám az energia, de most nézzük, Nenost mit mond. Figyelek ám. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokszor saját maga rombol önmaga körül, és pontosan azért, mert nem meri kimondani a véleményét. Amit a születési dátumával kapcsolatban láttam akkor, amikor itt elkezdtük ezt az egész beszélgetést, mindenképpen mellkasi problémákat, vérnyomás problémákat és emellett hörgő dolgokra hívta fel a születési dátum és most a kártya is a figyelmet. Van lehetőség pozitív változásra, ehhez viszont le kell tenni a fegyvert.